neked Isten azért a sok segítségért, amit másoktól kapunk, ami által mi is tudjuk segíteni. Az adományozás előtt közösen imádkoznak a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat szekszádi csoportjának tagjai. A szervezet rászoruló családoknak és nyugdíjasoknak segít rendszeresen. A csoportunk nyilván tart 200 rászoruló családot, illetve kis nyugdíjast, akiket rendszeresen segítünk. Ők olyan emberek, akikről meggyőződtünk, hogy milyen anyagi körülmények között élnek, vagy mi ismerjük őket személyesen, a személyes kapcsolattartás során, vagy pedig a családsegítő szolgálat által az ő javaslatukra kerülnek be ebbe a támogatotti körbe. Ez mellett minden hónap első kedjén nyílt adományosztás is tartunk, ahol bárki hozzánk fordulhat segítségért, és hát ugye, ahogy ezen keresztül is megismerünk embereket, akkor bekerülhetnek a támogatotti körbe. Zömébe szekszárdiak, mert segélyezzük a megyei önkormányzatokon keresztül a megyébe élő embereket, mert hát nekünk adott a létszámunk megvan, hogy mennyi emberrel tudunk foglalkozni. Hess Zoltánné elmondása szerint nap mint nap tapasztalják, hogy a folyamatos drágulás miatt súlyos megélhetési gondjai vannak az embereknek. A Máltai Szeretett Szolgálat már 3 éve tart, így iskola kezdés előtt is külön szervezett gyűjtéseket. A lakosságtól folyamatosan kapunk használt és új tanszereket, de jövő hét közepétől az egyik szekszárdi áruházban is folytatni fogunk tanszergyűjtést. Ezzel elég sok a feladatunk, hiszen még augusztus utolsó napjaiban az így összegyűlt tanszereket szét is kell osztanunk a hozzánk beérkezett segítségkérések figyelembevételével. Nem csak tanszereket osztunk augusztusban, hanem ruhaneműt és élelmiszert is. Most azért tudunk élelmiszert osztani nagy mennyiségben, mert a szekszárdi önkormányzattól kaptunk külön támogatást erre, és amit a lakosságtól érkezett hozzánk, illetve az önkormányzati segítséggel, most egy ilyen különleges, rendkívüli élelmiszerosztásra kerül sor, ahol most nem csak azok a családokat, támogatott családokat, ahol iskoláskorú gyerekek vannak, tudjuk segíteni, hanem mind a 200 hozzánk tartozó támogatottat is. Hát az emberek ezt nagyon nagy örömmel, hálával, köszönettel fogadták, mert hát mindannyian érezzük azt, hogy most ezek a megnövekedett anyagi terhek sújtják az életünket, de azoknak az embereknek, akiknek nagyon alacsony a jövedelmük, ez sokkal nagyobb mértékű problémát okoz. Hát volt olyan támogatottunk, aki amikor meghallotta tőlünk azt a hírt, hogy most élelmiszert fogunk osztani, úgy beszélt, hogy ez számára szinte egy isteni csoda. De volt olyan család is, ahol elmondták, hogy beteg az egyik gyerekük, és a gyógyszerköltségek, illetve a megnövekedett anyagi terhek már minden jövedelmüket elvitték, és fogalmuk se volt arra, hogy jövő héten mit fognak enni, úgyhogy most számukra ez egy ilyen életmentő segítség. A szervezet vezetője elmondta azt is, hogy az országos gyűjtési eredmények azt mutatják, hogy Szekszárdváros lakossága kiemelkedően teljesít. Talán azt mondhatom, hogy én nem is látok olyan helyet, ahol ennyire jószívűek és segítőkészek lennének az emberek. És ezt most is köszönöm nekik. Jelenleg az élelmiszer a legnagyobb érték, de hát ugyanúgy tudjuk a ruhaneműket is. Ma például a Bikácsi önkormányzat 40 zsák ruhát vitt el, meg hát cipőket is, meg egyéb dolgokat is vitt. Ugye, hogy most máskor, korábbi években tudtuk a vidéki önkormányzatokat is élelmiszerrel segíteni, most nem tudunk. Decemberben tartunk élelmiszergyűjtést az áruházba, abból is elég szép mennyiség jön be, tehát ott is az emberek, a szekszárdi emberek nagyon jól adakoznak. Még Tolnán is szoktunk gyűjteni, és a tolnai emberekről is elmondható ez. Úgyhogy idáig egész jól tudtunk gazdálkodni, de most a megnövekedett igény miatt, szóval sokkal nehezebb a helyzet.